Vastag Csaba próbál a Móri Zsigmond Színházban. Ő az egyike azoknak a művészeknek, aki a kezdetektől részese a produkciónak. 2009 óta számos teátrumban is bemutatták már azt a musical show-t, amelyben olyan ismert előadások dalai hallhatóak, mint a Róma és Júlia, a Diótörő, a Párizsi Notre Dame, az Elizabeth, a Rudolf és a Gríz. Alapvetően fontos az, hogy milyen hangok vannak benne, tehát maga szereplőkön is múlik, hogy milyen dalokat, mert körülbelül egy olyan 4-5 előadást nyit raktunk már össze számok mennyiségét tekintve, tehát ennek az ötszörös idejét tudnánk kijátszani, de természetesen nem minden hang passzol minden énekes színészhez. Ennek megfelelően megpróbáltuk a nyíregyházi verziót az itteni verzióra ráhúzni, az itteni lehetőségekre ráhúzni. A nyíregyházi művészek Horváth Margit, Nyomtató Enikő, Gulácsi Tamás és Horváth Sebestyén Sándor mellett színpadra lépett Füredi Nikolett, Buch Tibor, Vastag Csaba és Mészáros Árpád Zsolt is, aki mindig boldogan tér vissza szülővárosába. 27 évvel ezelőtt kezdtem a pályámat, úgyhogy mindig, amikor ide jövök, akkor van bennem egy kis nosztalgikus hangulat. És hát azt szoktam mondani, hogy a régi barátokat vagy a régi kollégákat, azt általában ott kezdjük a beszélgetést, ahol abba hagytuk annak idején, úgyhogy ez is egy nagyon jó dolog. Fél szavakból megértjük egymást, hiszen olyan vagyunk, mint egy nagy család, úgyhogy én nagyon szeretek ide jönni. Most egy picit több az elvárás, hiszen picit jobban izgulok, hiszen most nem egy felfűzött művet adunk elő, ami egy dramaturgai ív mentén bandukol, és van egy eleje, és van egy vége. Hát nekünk is van elejünk és végünk, de itt azért sok musical, sok zenés darabból mutatunk be részleteket, amiket nagyon, nagyon pontosan és nagyon profin kell levezényelni mind a hangtárnak és a szcenikának. Az előadás március 26-án és áprilisban is látható majd a Móri Zsigmond Színházban.